üdvözletem, anyagbeszerző körúton voltunk, KPE, cső, alkatrészeket szervátunk be. Hát mindösszesen 11, hát olyan durván 11 környékén volt az összes anyagbeszerzés. Ugye kell egy főcsapatörténethez, kell a T-elosztó, amiről beszéltem, ugye? Kell egy tömítőgyűrű, alkatrész, ugye? Ez a, gyakorlatilag a KPE-cső az önmagába tartalmaz tömítést, nem is arról van szó, de ugye ezt a csapot, ezt rögzíteni kéne, tömíteni kéne a KPE-cső alkatrészéhez. Tehát gyakorlatilag egy ilyen könyök alkatrészbe fog belemenni a KPE-cső maga. És ami még lesz, ugye azt mondtam, hogy ugye a pincébe lesz bevezetve maga a KPE-cső szakasz. És ugye ez egy ilyen mozdulattal, ugye így fog bejönni a pincébe maga a víz. És ezt most vagy így fogom, vagy így fogom a falhoz szerelni. Ugye egyelőre ide nem fogok szerelni még semmit, csak a csővég lesz benne a pincébe. Ehhez a csővéghez egyébként egy ilyen bilincset is vettem, amivel ki lehet rögzíteni a falhoz, mert azért ez viszonylag elég nehéz alkatrész. De ugye a ház teljes vízrendszeréhez ugye ez lesz a golyós főcsap. Ugye jól látszik, talán nem lát mindegy. Ugye ez egy golyós főcsap lesz. Hát ebből volt kisebb is, de szerintem ez a méret ez a megfelelő. Főleg azért, mert a teljes vízrendszert ezzel lehet majd elzárni, tehát ez lesz a főcsapja az egésznek. Mindemellé ugye belegszerezve az a 5 méteres KPE-cső is. Ez ugye 5 méter hosszú. Ez az a KPE-cső, amit csatlakoztatni fogok a jelenleg meglévő KPE-csőhöz. Tehát gyakorlatilag ezért a néhány vacakért, kell 11 rugót fizetni. Viszont még amit vettem, egy ilyen univerzális fület. Tulajdonképpen ezt azért vettem, hogy a kertbe ugye néhány helyen kopottabb egy kicsit a fű. Tehát a kertbe el lesz szórigálva, aztán időnként locsoljuk, majd meglátjuk, ott ahol kopottabb, talán jobban ki fog nőni a... Tehát kicsit talán zöldebb lesz ennek segítségével. De ez mondjuk nem árnyéktűrő, meg szárazságtűrő, meg semmi, ez egy ilyen univerzális fűmag. Hát, hogy mi lesz belőle, nem tudom. Na. Ennyit az anyagbeszerzésről. Mindjárt vihar lesz, legalábbis abban az irányba megy. Vagy jön, nem tudom. Úgyhogy körülbelül itt tartunk. Aztán majd jön a szerelés. Ilyen meg az árukásás, az persze nem maradjon ki. Na, sziasztok!